1992 óta a világon mindenhol augusztus 1-én tartják az anyateljes táplálás világnapját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a szoptatás fontosságára. Az anyatejben rengeteg ásványi anyag, vitamin, életfontosságú ellenanyag és alkotóelem található, így a legideálisabb táplálékot jelenti a kisbabák számára. Az anyatej nem csak a szükséges táplálékot biztosítja a kisdes számára, hanem a folyadékpótlást is segíti. A Hódmezővásárhely és Makói Egészségfejlesztési Iroda a jeles világnap apropóján egy játékra hívja a családokat. Maga a program igazából arról szól, hogy egy regisztrációt követően, amely mind a kettő egészségfejlesztési irodában 8 és délután 3 óra között lesz elérhető. A regisztrációt követően a sétálni vágyók át tudják venni a menetlevelüket. Ezen a menetlevélen rajta lesz maga az útvonal tervezet, hogy milyen útvonalon kell végigmenniük. 6 állomást kell útba ejteni, mind Makón, mind pedig Hódmezővásárhelyen. Ezeken az állomásokon jó látható helyen el lesznek helyezve kis feladatok, és ezt a feladatot kell igazából megoldaniuk a sétálni vágyóknak. Elsősorban az anyateljes táplálkozáshoz kapcsolódóan lesznek rejtvények a közel 2,5 kilométeres távon, amit teljesíteniük kell a regisztrálóknak. Nyilván az anyateljes tápláláshoz kapcsolódnak a feladatok. Maga a feladat igazából abból áll, hogy egy mondatot kell majd összerakniuk a sétálóknak. A mondatnak a szöveg részei lesznek elhelyezve a különböző állomásokon, tehát csak azt tudja majd megfejteni ezt a mondatot, aki valamennyi állomáson végig megy. A városi sétát teljesítők a megfejtéseket augusztus 9-én adhatják le az irodákban, és értékes nyeremények kerülnek majd kisorsolásra.